Üdvözlök mindenkit a Model Hunters legújabb videójában. Most egy Bandai RG Zaku 2-es makettet hoztunk el nektek. A Bandai japán gyártók közt talán a legmagasabb színvonalat produkálta eddig. Nagyon gyönyörű készleteik vannak. Az RG talán az egyik legszebb kidolgozású készlet családjuk a 144-es méretarányban. 144-ben még egy HG szériát szoktak kiadni, az egy kicsit egyszerűbb építésű. Az RG sokkal bonyolultabb. Ennek a oka az, ahogy a dobozon is látható, hogy teljes belső vázat adnak hozzá, rengeteg matricát, illetve egy eléggé komoly részletességet. Például még a 144-es figurát is a készletbe szokták csomagolni. Jól látható, egy gyönyörű szép doboz rengeteg képpel az oldalán. A doboz hátuljára ők nem raknak mintákat, ellenben a doboz rendesen meg van pakolva, és mutatják a doboz oldalán a különböző szériák készleteit. Itt van a HG, amiről korábban beszéltem. Tojás típus, illetve az MG1, a 100-as, illetve a PG Perfect Grade 1, a 60-as méretarány is látható itt. Tehát nézzük, hogy mi van ebben a dobozban. A Bandai eléggé szépen becsomagolta a kereteket, kettesével általában. Látható, hogy eléggé sok színben adja a gyártó a alkatrészeket. Ez a Bandai-nak az egyik sajátossága. Így egy kezdő festés nélkül is meg tudja építeni, vagy például egy tapasztaltabb modellezőnek is egy kellemes tapasztalatot nyújt. Ez most eléggé sok alkatrészből áll. Illetve kiegészítő rugószerű alkatrészeket is látunk benne. Egy gyönyörű szép tervrajzot kapunk hozzá. A tervrajz elején némi építési leírás, miket érdemes követni, mikre kell figyelni, vágási módszerek, a belső váz nagy vonalakban leírja a keret szám, alkatrész számot is. Maga a rajz japánul van megírva, viszont a piktogramok nagyon jól olvashatóak. Megkapjuk a öntőkereteknek a lelistázását. A rajz színes képekkel van illusztrálva sok helyen. Majd pedig elkezdi építeni. Itt látható talán az egyik legérdekesebb része a Bandai-nak, a mozgatható alkatrészek. Ahogy levágja az ember az öntőkeretről, nem épít rá semmit, mégis már mozgatja eléggé sok helyen. Az RG-nek ez egy eléggé nagy különlegessége, hogy itt látható is, hogy a láb milyen mozgástartományban mozgatható. Hasonlóképpen felépíti a csípő testrészeit, itt is színes képek illusztrál. Két kart építi meg, majd magát a testet. És itt is már látható a sok alkatrész. A testre a csőrendszert így építi fel a Bandai. Ilyen módszerrel. Eléggé részletes készletet kaphatunk belőle ezáltal. Majd felépíti a fegyvereket. Ez a készlethez három
fegyvert adnak. Egy gépágyút, egy bazooka páncélöklöt, illetve egy Heat Hawk néven egy csatabárdot. Itt látható egy másik különlegessége a készletnek, a speciálisan mozgatható kéz. Ez a kéz ténylegesen majdnem új percenként mozgatható. Eleme a készlethez adnak még egyéb kéztípusokat is, ökölbeszorítottat, illetve adnak speciálisan olyan kezet, amivel a képes fogni a makett. Majd pedig a rajz végén mutatja, hogy hova kell felhelyezni a rögzítőt, amivel egy talapzatra lehet rögzíteni. A rajz utolsó oldalán pedig a matricázást láthatjuk. Egy eléggé részletes matricázás van benne, eléggé sok stencillel, illetve a rajz alján egy kis festési útmutató a figurához. Viszont a készlet írja az összes színt japánul, az újabb típusoknál már angolul is megemlíti a színeket, hogy milyen színeket kell használni a készlet lefestésére, amennyiben valaki lekívánja festeni. Nézzük meg, mi található egy ilyen makettben. Bandai eléggé részletes kiteket ad. Az első öntőkereten rengeteg gyűrűn kívül megtaláljuk a két vállpáncélt, illetve a kétféle fejbúbot. A teljesen sima típusút, illetve azt, amelyikhez kétféle szarv tartozik. Illetve találunk benne egy kis zacskót, amiben a rugalmas csövek találhatóak meg a lábrészhez. Következő öntő csomagban két öntőkeret látható. Az első egy páncélzat. Érdekes, hogy nagyon hasonló szín, viszont minimálisan különbözik. Ez a makett összeépítése után nagyon jól látható, illetve egy szürke öntőkeret, amin a belső váz elemei, illetve a fegyverzet egy jó része látható. A következő csomagban megint két zöld öntőkeretet kapunk, páncélzat. Itt már egész jól megfigyelhető, hogy a két öntőkeret más színű. Ezután egy újabb szürke öntőkeretes csomag. Ott kapunk. Ismételten belső váz elemei, a csövek a testrészhez, illetve a lábhoz rögzítők. Itt látható egy pár kéz, egy gyökölbe szorított, ami fegyverfogásra alkalmas, illetve egy kinyitott. Itt láthatjuk a fejnek a belső vázát, illetve a vállpáncélnak a belső vázlemezét. Másik öntőkereten a fegyverhez láthatunk az ágyúcsövet, egy nagyon szép kialakítás, eléggé hosszasan üreges maga az ágyúcső, nagyon szép hatást tud kelteni. A fegyver láthatjuk, illetve a karabélyhoz a tárat és egyéb alkatrészeit. Az utolsó csomagban ismételten egy
Láthatjuk a matricát, ezt mindjárt megnézzük. Kapunk egy öntőkeretet, ez három színben lett kiöntve. Ugye hátulra a rakétának a borítása, egy üres keretrész, ide valószínűleg egy másik típusú alkatrész kerül, egy másik zaku típushoz. Páncélzat, lemezek, illetve átlátszó alkatrészeket is láthatunk ezen a kereten. Főképpen a fejhez az üveg, illetve a kamerák, ami a fejen belülre kerül, illetve itt láthatjuk a figurát is, eléggé szép részletes maga a figura, érdemes kifesteni őket, sokkal szebben mutatnak. Az utolsó öntőkeret pedig egy speciális, ahogy látható ez eléggé rugalmas, ezen találhatóak meg a mozgatható alkatrészek. Ez már így látható, hogy ez már magában mozog. Itt található mozgatható kéz, főképpen a két láb, a két kar, a csípő, a két talp, a lábak közti csípőelem, illetve a test látható. Ezek a fejhez kerülő csövek, illetve a két mozgatható kéz. Illetve itt láthatjuk benne Bandai-nak a stenciles matricáját. Egy nagyon érdekes a metal matrica. Itt króm és arany, inkább bronz színű matricákat adnak, amik fölkerülnek a páncélzatra, nagyon jól feldobják. Különböző festési csíkok, amik fölkerülnek a készletre, felségjelzések. Illetve miután ez nem egy kifejezett pilótának a gépe, egy standard egység, emiatt nagyon sok betűt, karaktert kapunk, amit Lajstrom számként lehet használni, illetve a különböző típusú rendfokozatokat az a kura. Itt megtalálható kicsiben is a különböző számok, betűk. Egy nagyon szép készlet különben. Aki teheti, annak ajánlom ezeket az RG készleteket. Nagyon részletesek. A matricájuk alapból nem áztatós, hanem egy öntapadós matrica. Ettől nem kell megijedni. A kezdőknek ez nagyon kényelmes tud lenni. Sokat segít egy kezdőnek, hogy nem kell még ezzel is szórakozni, áztatgatni. Alapjaiban a készlet könnyen megépíthető, akár egy hosszú hétvége alatt, és normál hétvége alatt összerakható a kit. Emiatt csak ajánlani tudom mindenkinek. A Bandai-nak az RG kitjei alapból részletesebbek, emiatt ezek sajnos drágábbak is, mint a többi. Most már itthon is beszerezhetőek. Sokaknak tudom ajánlani. Még egy érdekesség talán az RG-ről. A doboz oldalán találunk egy számozást. Ez nem magához a készlethez tartozik. Ez a Bandai elkezdte számozni az RG készleteket. Így tudhatjuk a doboz oldaláról, hogy hanyadik kiadás ez a készlet. Hogy hanyadik típusú RG kit lett kiadva. Nagyon szép dobozokat adnak. Ennyi lett volna ez a Bandai készlet. Reméljük tetszett. Iratkozzatok fel a csatornánkra. További jó építést kívánunk!